Hát akkor itt állunk a Bélapátfalvi Ciszterci Apátsági templomban. Folyik a régészeti feltárás. Mit találtak eddig? Most ugye a kivitelezés nyomán itt a falak mentén szivárgó kialakítására kerül sor. Ennek során tulajdonképpen az összes körbemelő falat meg tudjuk vizsgálni, a templomnak az összes falát. Hát itt most éppen az első építési periódusból származó nyugati homlokzati falnak a belső oldalán állunk. Itt mindenhol megtaláltuk az eredeti alapozási szintet, illetve ahogy lehet látni, hogy ezek a pálderek jóval mélyebbre nyúlnak, mint ami eddig sejthető volt. Ebből azt is tudjuk, hogy az Árpád-kori periódusban jóval mélyebben volt a járószint is. Ugye ott a sarok támpillérnek az alapozását is megtaláltuk, amely tulajdonképpen itt nem derékszögűen, hanem diagonálisan csapakodik, és van összekötve a déli mellékhajófal a nyugati fallal. Itt, hogyha tovább megyünk abba az irányba, akkor a déli mellékhajónak a falait is meg tudjuk vizsgálni. Itt ugye ezt a résznek a kutatását már márciusban tavaly, és idén márciusban el tudtuk kezdeni, és most tudtuk folytatni abba az irányba. Itt már ismert volt az, hogy itt látható az eredeti hatalmas méretű Árpád-kori alapozásának a falpillérnek, amely ebben az állapotában már a barokk időszakban került erre a helyére, és hát látható, hogy a barokk időszakban megtoldották abba az irányba a nyugati oldal felé ezt az alapozást annak érdekében, hogy szimmetrikus legyen ezzel a nyugati és a déli pillérrel. Ott látható még egy anomália, mégpedig ugye az Árpád-kori alapozást megtöri egy egészen mélyre nyúló barokk falszövet. Ennek most még az okát kutatjuk, lehet, hogy csak ott éppenséggel teljesen ki volt romolva az Árpád-kori fal, és ezért került sor ott barokk időszakban javítása. Hogy itt tovább megyünk, akkor itt a falpillérek között is látható az eredeti Árpád-kori alapozás, illetve a legalsó fádersor és az eredeti periódusból, tehát az Árpád-korból maradt ránk. Itt pedig egyel további keleti falpillért láthatjuk. Ugye ennek is látható, hogy az eredeti Árpád-kori alapozása eltér a későbbi átpozícionált falpillér helyzetétől, és egy utóbbi, egy utólagos periódusban csúsztatták el nyugatra kb. Fél métert a falpillért, annak érdekében, hogy szimmetrikus legyen a főpillér. Ez miről árulkodik egyébként, hogy a főpillérek eredetileg máshol lehettek meg az egész pillérsor? Igen, feltétlenül erre utal, vagy pedig nem voltak ilyen méretűek, ugye ezekről a pillérekről azt lehet előzetesen tudni, hogy valószínűleg a 14. században készültek csak el. Itt most a keleti első bolt szakaszában vagyunk a déli mellékhajónak. Itt megtaláltuk az eredeti szerzetesi déli bejáratnak a középkövét. Ott látható lent egy kis fehér cetli jelzi a helyét. Itt ugye az eredeti Árpád-kori alapozás, és maga ez a küszöbkő, amiről beszéltünk. Tehát itt nyílott valahol, ugye most már nem látható, hiszen ez egy barokk helyreállításnak az emléke a térszint feletti felmenő falak, úgyhogy az nem látható, de szerencsére eredeti helyzetében megmaradt az eredeti küszöb. Itt az is látható egyébként, hogy valószínűleg a keresztház az megemelt padlószintre rendelkezett a déli mellékhajóhoz képest. És valahol itt kellett lenni egy térszint átidaló lépcsőnek. Ugye itt már lehet látni, hogy a alapozás itt van, és itt volt az eredeti Árpád-kori szint is. Itt pedig elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami az egyik legjobb pontja a feltárásunknak. Itt ugyanis megtaláltuk a túlon, tehát a déli oldalon elhelyezkedő kolostornak, annak is az emeleti keleti szárnyában elhelyezkedő szerzetesi dormitóriumnak, hálóterem bevezető lépcsőnek az alapozását. Ugye itt látható a nyugati fala a keresztháznak, ez már korábban is ismert volt, hogyha megnézzük, lépcsőzetesen emelkedik, ami arra utal, hogy ez a lépcsőnek a lenyomata. Valahol ott lehetett egy kijárat, vagy bejárat, ahonnan nézzük, amely a szerzetesi hálóterembe vezetett. És ugye itt lesz a sekrestje, itt
Igen, itt a Sekestyében még nem folytak nagyobb munkák, éppen csak lesfüggesztették a szintet, de már most is találtunk benne árpádkori kerámiákat. Ugye a Sekestyéről is azt lehet tudni, hogy eléggé biztosan árpádkori előzményekkel rendelkezik, de maga a most álló Sekestye csak a 18. század harmadik fázisában készült el. Itt találtátok a feliratot is, amiről néhány hete beszéltél? Lehet megtekinteni. Johannes Hollónak a nevét, ugye 1680-as években véste be a nevét oda az egyik kváderkőbe, amely egyébként ugye azt is mutatja nekünk, hogy addig a magasságig biztosan eredeti volt ez a falszövet. Itt pedig a déli mellékszentében. Szintén a mellékszentély falainak alapozását kutatjuk. Ott a déli oldalon is megvannak az árpádkori alapozás, illetve azt is lehet jól tanulmányozni, hogy az összes felmerő fal gyakorlatilag ennek a szentélynek a barokk korszaknak az emléke, kivéve egyet. Mégpedig itt az északi falát, amely rendellenes mértékben kiszélesedik egyébként, és így egy monumentális alapozást képez. Van, ahol csak nem 90 cm széles ez az alapozás. Illetve itt lehet látni, hogy az alapozásra rákerült első sor kváder, amit szépen fut végig, az teljesen az eredeti árpádkori periódusból származó kváderköves felmerő fal. Tehát azt is lehet tudni, hogy ez alapján itt is mélyebben volt a járószint, mint a barokk időszakban. Ez egyébként ez a széles fal lehetett korábbi templomé, vagy ez egy idős ezzel a templomé? Nagyon úgy tűnik egy idős. Valamiféle vagy tervmódosítás az még számba vehető opció. Statikailag nem valószínű, hogy indokolt legyen egy ilyen méretékű alapozás, tekintve hogy az északi oldalon megkerestük ugye az északi mellékszentélyben található falalapozást, hogy az milyen széles, és az csak kb. 30 cm széles. Tehát inkább arra lehet gondolni, hogy esetleg nem voltak bizonyosak abban, hogy hova fog a felmerő fal kerülni, és ezért csináltak neki egy nagyon kiszélesedő alapozást. Mert esetleg lehet, hogy más stílusban akarták, vagy akkor ez már a gótikus stílusé volt? Ez biztos az első periódus, tehát ugye 1234 és 41 közötti periódusnak az emléke, mert ugye ez ugyanolyan habarcsal van kötve, ugyanúgy van rakva, mint az eddig már biztosan az első periódusra datált falak, és azt is lehet látni, hogy az első kvádersor is az abból a korszakból származik. Tehát itt maximum építési fázisbeli differencia lehet, de biztos, hogy nem egy több évtizedes különbségű periódus különbség. Uh-huh. Tehát akkor nem olyan volt, hogy esetleg román stílusban akartak nem, valamit, nem, és nem akkor semmi. Áttértek. Uh-huh. És akkor a főoltárhoz megyünk. Jó. Ami most a leglátványosabb talán feltárás szempontjából. Igen, itt a főszentélyben ugye egy korábban a tervezési fázis előtt elkészült geofizikai felmérés alapján kezdtünk kutatásba. Itt ugyanis egy talajradaros felmérés anomáliát mutatott, körülbelül itt a Szelvényének a középtájékán egy észak-déli tengelyű tiglaaplaprajzú anomáliáról van szó, amely pont pozíciója miatt alig, hanem egy középkori oltár alapra lehetne gondolni. Egyelőre még ugye nem tartunk ott, hogy felistárjuk, hiszen most éppen az itt eltemetett egyéneknek a sírjait tárjuk fel. Ugye egy férfi és egy nő látható itt, illetve amit kollégám bontott, egy eléggé kaotikus temetkezés. Ugye itt mindig egymásra temetkeztek. Meglepően intenzíven használták nem csak a főszentélyt, de még a déli mellékszentélyt is. Ott is ugye több sírt sikerült feltárnunk. Hogyha ezzel végeztünk, akkor tudjuk majd megnézni azt a talajradar által kimutatott anomáliát, amit keresünk. Itt mennyien vannak eltemetve itt a főoltár alatt? Hát itt ugye láthatom most kettő egyén, ott szintén kettő, ott még kettő, tehát ez összesen 6-7 egyén, illetve itt még van egy lefedve az egészen mélyen. Sajnos itt a barokk küszöb az éppen rá van építve, tehát ezt is elkezdhetjük annak érdekében, hogy fel tudjuk majd tárni az itt eltemetett egyént. Tehát így összesen 2, 4, 6, 7, 8, 8 sírra van szó. Itt még alattuk lehetnek egyébként eltemetve emberek, vagy
lehet, vagy más meglepetés lehet-e? Hát lehet, igen, mert ugye mondom, pont ebben a mélységben is van egy egyén eltemetve, meg ott, ott egy kollégám pont egy másik sírt, amely szintén elég mélyen van eltemetve, de ez ugye az eltemetési mélység az nem a korhatározó dolog, tehát ezek inkább a korabikori temetkezések, csak egyiket mélyebbre, a másikat segélyebbre estek. És ugye már írtunk egy cikket erről, elmesélted benne, hogy ugye a ciszterci templomokban nem temetkeztek. Pontosan. Igen, a középkorban kifejezetten tiltott a ciszterrend a templomon belül való temetkezést. Némely esetben ettől eltértek. Például amikor a kegyúrnak az akaratáról volt szó, akkor általában annak engedtek és engedték a templomon belül temetkezni az illetőt. Illetve, mint egy nemzetségi monostor, az Béla Petfalvi is egy ilyen, ott a nemzetségnek a tagjai általában mondjuk igényelhették azt, hogy a templomon belül kerüljenek eltemetésre. Hát ugye ennek is tudjuk az alapítóját, hogy második Kilit egri püspök, aki ugye az aranybullának a kiállításában is tevékenyen részt vett, volt az alapítója ennek a kolostornak, és éppen ezért nem kizárható az, hogy őt itt temették el. Nem tudjuk azonban pontosan, hogy hol lehet. Ugye az anomália, ami itt a főszentélyben mutatkozott, az nem utal arra, hogy ez egy sír lenne, mert egy észak-déli és nem pedig egy kelet-nyugati tájolású, mint ahogy itt is látható, az a keresztény korszakban mindig kelet-nyugati tájolással temetkeztek, illetve a templomnak a falaihoz igazodva. Úgyhogy valószínűleg pont itt kellene inkább lennie ebben a négyzeti részben, ahol ugye a keresztház, vagy a kereszthajó találkozik a hosszázzal. Máshol van erre példa egyébként, hogy oda temetkeztek a templom közepére? Igen, a legtöbb példa azt mutatja, hogy ez volt a legkiemeltebb helye ugye a templomnak, éppen a főszentéllyel szemben. Van ugye például arra is példa, hogy a nyugati oldalra temetkeznek, például Dörögi Miklósnak a sírját kell említenem, ugye a 14. századból az egri vár székesegyházából, ott éppen tehát a főhajó és a főoltárral szemben a nyugati oldalon lett eltemetve a Dörögi. Őket jelöltek egyébként valamilyen támlával annó? Vagy... Igen, persze, ők mindig faragott sírköveket, fedlapokat kaptak. Ugye mi egyet találtunk is, amely azonban eléggé roncsolt állapotú volt, és sajnos felemeléskor ugye már eleve repedések voltak rajta, úgyhogy szét is tört, meg eleve díszítetlen volt sajnos. Úgyhogy olyanra még nem lehetünk, ami díszített is. Írásos forrás akkor a Kilit eltemetésének nincsen? Itt van-e még esetleg érdekesség itt a főoltárnál? Igazából nincs. Szerintem mi tovább is mehetünk ebbe az irányba. Ugye itt volt az a helyszín, ahol korábban a padlóburgolat felszedés közben beszakadt egy ilyen üreget képezve a föld. Itt volt egy szóban jöhető lehetőség, hogy esetleg kriptáról van szó, habár ugye a 18. században mind a kriptaépítés, mind pedig az 1769-es kanonika vizitáció tiltja a templomon belül való temetkezést, éppen a templom épségének megőrzése érdekében tiltják ezt. Úgyhogy emiatt kriptára nem számítottunk, és tulajdonképpen ez a két hely ez helyes is volt, mert nem egy kripta, hanem pedig egy sima sírnak a gödrét láthatjuk most lefedve. A benne eltemetett váznak a feltárása az ugye még folyamatban van. Nem más okozta ezt az üreget egyébként, mint ugye azt tudjuk, hogy a 18. században a barokk helyreállítások idején az egész templomot újra boltozták a második fázisában az építkezéseknek, és éppen itt a keresztháznak a északi oldalán is ugye elég jelentős magasságban kellett ezeket a boltozókat elkészíteni. Valószínűleg egy ilyen építési állványt ástak rá pont erre a sírra, és az képezett később egy ilyen üreget. Itt egyébként északi pillérsornak a legkeletebbi tagjánál láthatjuk az eredeti árpádkori és egyébként vakolt felületű páderköveket. Ugye ez is mutatja nekünk, hogy mélyebben volt az árpádkori járószint és padlószint, mint a barokkori. Akkor megemelték egy jó 20-30 centivel, és itt pedig a hozzáfutó padlónak a maradványát is megtaláltuk. Itt pedig folyik most egy sírnak a feltárása. Ugye ez, amit említettem, ez is igen jelentős mélységben van eltemetve. Szépen lehet látni, hogy rétegesen van betöltve maga a sírgödő. Itt korábban árpádkori kerámiát is találtunk benne, 15. századi lehet anyag is került elő,
de ezek ugye nem magát a sírt keltezik, hanem a sír által megbolygatott rétegeket korhatározzák számunkra. De sima mezei emberek temetkeztek be egyébként? Vagy... Valószínűleg a korai korban igen. Tehát ugye itt lehet tudni, hogy látogatták a templomot, éppen ez a Johannes Hollu, aki egyébként egy jobbágy sorból származó egyén volt a 17. században. Erre utalnak az írott források, amiket sikerült megtalálni róla. Tehát itt biztosan olyan személyekről van szó, akik nem kifejezetten mondjuk az elit köréből származnak, hanem a köznép soráiból ugyanúgy. Itt ugye az északi mellékfolyóban már korábban idén február-márciusban is elkezdtük kutatást, akkor ott a lenyűgött rabbi pillérnek a mellékét sikerült megkutatnunk, most pedig ugye a kelet irányba tovább folytatódott a kutatás. Tehát itt is arról van szó, lehet látni, hogy nem csak a felmenő fal a 18. századból származik itt ebben a borszakaszban, hanem még egészen lent egy méteres mélységig újra alapozták gyakorlatilag a templomot. Hogy mi volt az az ok, ami erre hajtotta a 18. században, tehát alig hanem csak az, hogy annyira elpusztult az északi oldala a hajófalnak, hogy gyakorlatilag meg kellett újítani teljesen az alapozást. Szentélyben vagyunk, itt még a kutatásnak csak az elején tartunk, de itt is már látható ugye az eredeti alapozási patkája, az Árpád-korból származó alapozási patkája a falaknak. Ugye ez is például ez a falszakasz, ez a felmenő fal, az teljesen barokkorban épült újjá. Úgyhogy itt, amit láthatunk, az gyakorlatilag csak a térszint alatti alapozások azok, amelyek az első periódusból származnak. Nyilván ugye a barokk időszakban, a 18. században is eredeti kvádereket, Árpád-korból származó kvádereket használtak föl sok esetben, és nem egy eset van olyan példa, hogy faragott köveket is ugye utólag beépítettek. Láthattuk ezt ugye kint a kis kapunál, a konverzusi kapunál is, hogy az eredeti lábazati faragványt például beépítették a barokk időszakban az ekkor készült lépcső alapozásába. És most is több helyük, tehát például itt a déli mellékszentében, ott viszont egy eredeti omladékból találtunk egy árpádkori hevederívnek a töredékét. Tehát a mi eredeti felmenő fal az azon a részen volt egyébként, akkor itt ez akkor az a északi rész, az akkor... Itt az északi rész egyébként pont ez, amit most az előbb említettél, ez is elég jelentős magaság, tehát eddig biztosan árpádkori falszövet, kivéve néhány javítást ugye itt, ami alul látható. De hát tulajdonképpen ezek igen, a keresztháznak ugye a keleti fala az teljesen, illetve ott pont a déli oldalon ugye az első sor felmenő kváder, az mindenhol eredeti. És hogy maradtak meg a falak ilyen lyukakkal egyébként, alsó lyukakkal, illetve hogy alapozták alá később? Valószínűleg itt ugye arról van szó, hogy most is tapasztalható az, hogy eléggé vizesedik a fal, és nem egy esetben ugye az eredeti felmenő fali kvádereknek a jó része annyira le van pusztulva, a felülete annyira erodált, hogy ezeket pótolni kellett. Tehát ugye most is nem másképpen történik a templom helyreállítása, mint ugye amikor jelentős kifagyások vannak a falszövetben, akkor azt nyilván pótolni kell új kövekkel. És ugyanígy jártak el a barokk építőmesterek is, hogy az ilyen kifagyott részeket, vagy kiomlott részeket, vagy téglával, vagy kővel pótolták. Ugye nagy segítség számunkra az, hogy a barokk időszakban eltérő habarcsot használtak, kötőanyagot, mint az Árpád-korban. Így aztán eléggé jól meg lehet különböztetni az Árpád-kori, késő középkori és a barokk időszakbeli falazási módszereket. És melyik volt a jobb egyébként, azt lehet-e tudni? Hát itt nincs olyan, hogy jobb. Igazából azt lehet látni, hogy a barokk időszakban némely falakat eléggé hitvány módon készítették el. De hát ugyanilyen
nyomot találtunk ugye nyugati oldalon is, ahol az előcsarnoknak a fala is eléggé hitvány alapozással bírt, holott az ugye a totális utáni, közvetlen totális utáni periódusban épült. Tehát itt nyilván az építő mesterektől függött az. Az egyetlen, hogy a legkvalitásosabb építő brigád az nyilvánvalóan az első periódusban működött itt, amikor rendkívül szépen faragott kvádereket alkalmaztak, és nagyon-nagyon keskeny fugával. Tehát ez egyértelmű, hogy ez azért a kvalitásban a legjobb. És akkor nem tudom, itt a kapunál van esetleg érdekessége? Ott már nincsen különösebb érdekesség. És akkor nézzük akkor ezt a falat. Még ugye említetted, hogy márciusban tártátok fel ott egy valamilyen maradványt, azt meg tudjuk esetleg nézni. Megmutat a nyugati oldalról akkor. Jártatok is kint, azt hiszem, emlékeim szerint. Ja. Ez itt így is ugye az látszik, hogy az Árpád-kori alapozás az egészen mélyen van. Ugyanúgy, mint a déli oldalon velünk szemben, eléggé mélyen találtuk csak az eredeti Árpád-kori alapot, és hát ott gyakorlatilag kettő sor kő, amilyen tufa faragott, nagyolva faragott kövekről van szó, ezeket már a barokk időszakban használták fel, és akkor készítették újra az alapozásnak azt a részét. Ekkor került sor ugye arra is, mint amit már a déli oldalon is tapasztalhatunk, hogy a falpillért ugye egy kicsit nyugatabbra csúsztatták el. Itt is ugyanez megfigyelhető, és ugyanúgy a barokk korszakra datálható. Itt van ugye a fenjáratot a karzatra, ez mikor möli? Egyébként. A csigalépcsőt azt ugye magát karzatot a második fázisában, a barokk építkezés második fázisában építették meg. Később azonban a harmadik fázisban átépítették egy kissé, és akkor készült el maga ez a csigalépcsőt tartalmazó felvezető torony is. Most már ugye a csigalépcső el lett mondva, ami a karzatra vezetett föl, most már csak állványon keresztül lehet megközelíteni, de majd nyilván vissza fog ugyanúgy kerülni. Uh-huh. Miért volt szükség egyébként ott elbontani a csiga lépcsőt? Fogalmam sincs egyébként, ezt az építőktől kell megkérdezni. Szerintem valószínűleg konzerválni kell a fákat, vagy valami ilyesmit tudok elkezdeni, vagy újjá építik is azért. És régen hogy mentek fel a tetejére? Hát ugye az is kérdés, hogy egyáltalán volt-e karzat, mert most erre utaló nyomot egyenlőre még nem találtunk. Ugye a nyugati oldalon volt feltételezhető Bozóki Lajos kutatásai alapján, meg Gergely Fi András kutatásai alapján, hogy esetleg ott volt egy külső torony, amely oda vezetett volna föl az Árpád-kori karzatra. Hát belül most egyenlőre semmi a karzatra utaló nyomot nem találtunk, és kint pedig ugye tavaly augusztusban nyílt módon megkutatni ezt a területet, a nyugati homlokzat előtt, és ott sem találtunk rá semmiféle utaló nyomot. Úgyhogy torony biztosan nem volt, ami a karzatra vezetett, az pedig, hogy karzat volt-e, hát ez egyelőre csak hipotézis, mert semmilyen adat nem támasztja le. És akkor a tetőtérbe ők nem akartak fölmenni ezek szerint, vagy nem volt semmilyen szervíz? Az általában úgy közelítették meg, hogy egy külső torony, de nem a nyugati oldalon, hanem az északi oldalon. Általában a keresztháznak a nyugati oldalán például azt szokott lenni egy nagyon kis alapterületű tornyocska, amin keresztül ezt meg lehetett közelíteni. Ennek volt-e itt nyoma esetleg? Egyelőre még nincs, viszont ott még ugye sorra fog kerülni egy szivárgó kivitelezés ugyanígy a falaknak a külső oldala mentén, és akkor esetleg találhatunk rá oldalon nyomot. Jó, és visszaérkezünk lassan a bejárathoz. Itt volt-e még esetleg, illetve ezek a kövek, amik itt vannak, ezek hol lehettek annó, ugye ezek? Ja, igen, ezek a kövek. Faragványok, amelyeket nagy részt Walter Inon a ásatásai során találtak, ugye 1964-65-ben, és a kútháznak a rekonstrukciójához igazából ezek föl is lettek mérve. Most úgy tudom, hogy a kivitelezésben nem fog beleférni, hogy a kútház rekonstrukció elkészüljön, amelyet ugye Rudolf Mihály tervezett, de egyébként jól lenne, mert igen kvalitásos faragványokból lett összeállítva a kútház. Uh-huh.
itt pedig ugye a nyugati homlokzati falnak a, hát a barokk burkolat által korábban eltakart vádereit láthatjuk. Itt is tanulmányozható az, hogy sokkal mélyebb volt az eredeti járószín. Ott nagyjából annak a gerendafészeknek a felső vonalában, ott pont az a színezett elválás mutatkozik rajta meg az a kis vakolt felület. Ott látható az, hogy ott volt az eredeti Árpád-kori járószín. Ezek pedig ugye ezek a falpillérek, amelyek a karzatot tartották, ezek ugye a barokk időszakban készültek el, hogy így lehet is látni a boccottal együtt, ami a karzatot tartotta. Itt a lépcső egyébként, ugye ezt is kutattátok már így korábban. Igen, a külső oldalát kutattuk, belül annyira nagy mélységben nem tudtuk megkutatni, mert itt csak éppen egy ilyen 20 cm-t távolítottak el. A külső oldalon ott ugye az eredeti Árpád-kori lépcsőfogókat, illetve az arról való nyomokat is megtaláltuk. Illetve a főhajónak a déli oldalán nagyon felületen megtaláltuk kb. 30 négyzetméteren az eredeti Árpád-kori, nem Árpád-kori, hanem bocsánat, az utolsó használati fázis volt, tehát a 15. századból származó teradzó padlót. Uh-huh. Azt tudni esetleg, hogy a köveket honnan szedték ehhez egyébként? Tehát az mindegyik helyi? Aha. Igen, mindegyik gyakorlatilag helyben vagy közelben bányászható. Ugye az alapozások minden esetben triász mészkőből készültek, ami itt helyszínen megtalálható. Némely esetben későbbi periódusokban használtak, de még a középkoron belül daráskövet is, amit szintén természetesen előfordul, bár ha jól tudom, ez ugye korábban a geológusok által nem volt sejtett, de jelen vannak alapközetként is a daráskőnek nevezett forrásvízi mészkőszikrák is, úgyhogy azok is helyben bányászhatóak voltak. Ami nem helyben bányászható, hanem szállítani kellett, ugye a kvarc andezit, amit a külső homlokzathoz például felhasználtak, de ugye nagy mennyiségben használtak andezit tufát is. Ezt a barokk időszakban és a középkori időszakban is használták, bár a középkorban inkább csak kevésbé. A barokk időszakban meg ugye az egész padlóburkolat is abban készült. Nagyon szépen köszönjük, akkor további jó munkát kívánunk Rákóczi Gergelynek is a társainak itt a régészeti feltáráshoz.